Anyanyelvi Szabad Egyetem címmel indított el a Petőfi Irodalmi Múzeum a Magyar Nyelv Múzeuma egy programsorozatot, aminek otthont a sátor a Jóhelyi Városi Könyvtár adott. Az eseményekre minden érdeklődőt vártak, azonban középiskolásoknak is lehetőség nyílt egy-egy előadás meghallgatására. Így történt ez a legutóbbi alkalmon is, hiszen érdekes témával készült a Széphalmi Kulturális Intézmény. Vendégelőadóként Bártem Jánost nyelvészt, egyetemi adjunktust hívták meg, aki a nyelvjárásokról tartott előadást határon innen is túl. A nyelvnek a regionális területi különbségeiről, mivel itt a többség középiskolás volt, úgyhogy érdekességeket próbáltam arról felvillantani, hogy a magyar nyelv milyen változatokban létezik, mik azok a nyelvi elemek, amiben különbözőségek vannak. Mutattam térképeket, és hát igyekeztem arról beszélni, hogy a nyelvjárásokat hogyan és miként kellene kezelnünk, őriznünk, mert ezekben érték van. Ahogy a magyar nyelv területéről, Magyarországról távolodunk, egyre érdekesebb és különlegesebb nyelvjárási különbségeket hallhatunk. Ha legmesszebbre megyünk, ahol még magyarul beszélnek, a Romániában, Moldvában, ott találjuk a legkülönlegesebb nyelvjárási jelenségeket, de hasonlóan ez, mondjuk az ausztriai, szlovéniai határon is borzasztó erősek a nyelvjárási különbségek, de máshol az országban is bőségesen akadnak, még a mai napig is, bár a köznyelv az egy erős kiszorító hatással is bír. Egy csomóféle helyzetben az emberek úgy érzik, hogy inkább a köznyelvi formát alkalmazzák, és azt mondják, talán még tudattalanul is, mint hogy a nyelvjárásiast, amit otthonról hoztak. De még mindig talán azt mondhatjuk, hogy a magyar beszélőknek több, mint a fele mond olyan dolgokat, ami a tájra jellemző, ahol él. Bártem János hozzátette még, hogy nem csak a határon túl vannak ilyen különbségek, hiszen akár vármegyékre is oszthatjuk ezeket. Példaként a furikot hozta fel, ami a térségünkben jellemző szóhasználat, azonban ott, ahol ő született, talicskának nevezik azt.